Nagy Márk vagyok a Szegána Kft-től, és szeretném bemutatni a Maximál M25-ös terep targoncákat. Itt két targoncánk is van, ezek bizonyos dolgokban nagyon hasonlók, tehát mind a kettő 2,5 tonnás. Egyébként terep targoncából 1800 kilótól egészen 5 tonna teherbírásig vannak targoncák a Maximálnak a kínálatába. A Maximál egyébként a Hysteria Maximál csoportnak a tagja, ez egy amerikai csoport, amerikai gyártócsoport. Ez a terep targoncából van, ezek két kerékhajtásúak, van belőlük összkerekes is, többféle változatban, ez hidrosztatikus, illetve hidrodinamikus hajtása, vagy hidraulikus hajtással van a hátsó kerékhajtás megoldva. Maga a motor az minden esetben japán motor, ezek dízel meghajtásúak, ebbe a konkrét gépbe Mitsubishi motor van. Ki is nyitom, meg lehet nézni, ez egy 46 lóerős motor, ettől vannak még erősebb, nagyobb teljesítményű motorok is. Tehát ez egy 4 hengeres motor, adagolós rendszerű, egy ilyen egyszerűbb rendszerű maga a motorja. A hasmagasság nagyon fontos a tereptargoncáknál, ennél 27 centi a hasmagasság. Egyébként az, hogy a tereptargonca nem éppen összkerékhajtású, annak olyan, tehát nem létkérdés, hogy egy tereptargonca összkerekes legyen, mivel hogyha fölrakom a súlyt előre, az emelendő súlyt, a legtöbb tömeg az magán az első tengelyen lesz. És a hátsón nem túl sok. Ez a gép triplex toronnyal szerelt, lehet duplex vagy triplex, tehát 2, illetve 3 tagos toronnyal is. Ő 4 méter 35 centi a magassága, az emelési magasság, ez egyébként ezekből lehet akár 6 méteres emelési magasságig rendelni, 2,70 méter-től. A gépnek a teljes magassága így 2,25 méter a fülketető, mondjuk úgy, hogy a fülketető, a bukókeretnek a teteje az 2,25 méter. Ennél a triplex toronynál, tehát a 4,35 méter-ösnél leengedve, a torony leengedve, ez 2 méter 16 centi a teljes magassága, tehát ennek a gépnek a legmagasabb pontja az gyakorlatilag a bukókeretnek a teteje. A gépnek a szélessége az 1 méter 66 centi, tehát ez egy jó stabil technika. Ami még fontos, hogy 4 tonna a saját tömege. Ennél a minden Maximál targonca az elektromos irányváltós, tehát ez terhelés alatt kapcsolható az irányváltó. Ez egy egyszerűbb felszereltségű gép, tehát itt csak emelés van, illetve billentés. Maga a billentés az előre 10 fokos, hátrafelé 12 fokos, de ezt majd megnézzük munka közben, hogy ez mekkorát jelent. A másik gép egy magasabb fölszereltségű, ez egy fülkés, illetve fűtött fülkéssel fölszerelt gép. Ebbe is egyébként ugyanaz a motor van, ugyanaz a Mitsubishi japán motor, japán hidraulika rendszer. Itt már 4 karos a hidraulika rendszer. Ez is karos, tehát a Maximálnál gyakorlatilag mindig csak karos rendszerű van, ez egy egyszerűbb és strapabíróbb, megbízhatóbb rendszer, mint egy elektromos rendszer, elektrohidraulikus szelepekkel szerelt rendszer. Itt emelés van, billentés, itt oldalmozgatás
illetve van egy negyedik kör is, ezt azért kértük a gépre, hogy akár a ládafordítót lehessen erről kezelni. A gépen egyébként megtalálhatóak a közúti világítás, illetve az ablaktörlőnek a vezérlői kapcsolói. Indítsuk be, kicsit mozgassuk meg a gépet, hogy nézzük meg, mit mutat, milyen a hangja. Tehát az emelési magasság az 4,5 méter. Kevés. Főleg így kiemelve látszik meg, hogy azért ez egy elég nagy emelési magasság, de végig nagyon jól látom a villákat, jól rájuk látok, mivel itt a fülke teteje az átlátszó plexivel borított. A billentés, tehát előre mondtam, hogy 10 fokos, tehát ez egyébként terepen jön jó, hogy ennyire előre lehet akár billenteni. A gép hátulja adott esetben mélyedésben van, és 12 fokos a hátra való billentés. Nézzük meg az oldalmozgatást is, az is mozgatható, tehát így raklapokat, ilyesmiket könnyebben lehet pozícionálni. Kicsit mozgassuk meg a gépet, hogy mit mutat. Köszönöm szépen a figyelmüket, amennyiben további információkra lenne szükségük, vagy érdeklődnek a maximált argoncák iránt, akkor keressék fel honlapunkat, a www.szegana.hu-t, illetve további gépeinket a YouTube csatornánkon, illetve ugyanígy a honlapunkon megtekinthetik, akár ilyen videó bemutatóval.